Mintegy száz országból érkeztek a zsidó szervezetek képviselői Budapestre, közel 500-an. Ez az első olyan zsidó világkongresszus, amelyet Izraelen kívül tartanak. Orbán Viktor és a kormány tagjait is meghívták, hogy vegyenek részt a találkozón. A Mazsi Hisz elnöke nyitotta meg a kongresszust. A világ zsidó közösségeinek képviselői előtt azt mondta: A magyar kormány szilárdan kiáll a zsidók jogai mellett. Önök egy olyan országba érkeztek, ahol Izrael után talán elsőként a világon. Körvénybe iktatták a holokausz áldozatainak nemzetközi emléknapját. A Ronald S. Lauder, a Zsidó Kongresszus elnöke azt mondta, szerinte elfogadhatatlan, hogy egy nyíltan antiszemita párt is az országgyűlés tagja. Hozzátette, a magyarországi zsidók azt várják Orbán Viktortól, hogy tegyen határozott lépéseket, és tegye egyértelművé, hogy nem tűri az intoleranciát. Egy zéró toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal szemben. Ezt tartja a kereszténydemokrata kormánypolitika erkölcsi kötelességének a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, az új alkotmány is ezt szolgálja. A mi alkotmányunk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségi méltóságot ad a velünk élő zsidóságnak, és persze minden más kisebbségnek. Orbán Viktor azt mondta, van remény arra, hogy a következő generációk megélhessenek egy olyankort, amelyben az antiszemitizmus ugyanolyan elképzelhetetlen, mint amikor még Pestis járványtól szenvedtek az emberek. Tudjuk, hogy a gonosz diadalához nem kell más, csak hogy a jók tétlenek maradjanak. Mi, magyarok nem vagyunk és nem leszünk tétlenek. Kérem minnyájukat, vigyék ezt hírül a világ zsidóságának. A háromnapos zsidó világkongresszuson hétfőn a közel-keleti helyzetről tanácskoznak, kedden pedig a vallásközi kapcsolatokról tárgyalnak az egyházi diplomaták.